Tucatnyi demonstráló okozott komoly fennakadást kedd délután az Erzsébet híd pesti oldalán. Először a Budára igyekező autósok tapasztalhattak komoly torlódást egy bejelentett esemény miatt. Kicsit nehézkesen indult ez a mai nap, ugyebár pártot szeretnénk alapítani, és ezt szeretnénk bejelenteni. Ezek a pártalapítás eszközei? Hát nem egészen, de végül is látványelemnek nagyon jó lesz. Egy pirotechnikai robbantás lesz itt a hídon. Egy effekt, amivel szeretnénk felhívni majd a kormánynak a figyelmét arra, hogy kezdett csomagolni. És ez a zaj, amit ez fog csapni, ez csak egy kezdet. Majd az igazi zaj akkor lesz, amikor éppen választások lesznek, és a nép fog kiabálni a kormány ablaka előtt. Színpad nincs meg akkor. Meg a hangosítás, de már úton van egy másik csapat, aki remélhetőleg ide jön minél hamarabb. Itt fogjuk bejelenteni, itt lesznek beszédek, lesznek hárman fognak beszédet mondani velem együtt. A Tuareg fogja mondani az első beszédet, a Kóka Laci, és utána fogok beszélni. Az én feladatom lesz ma este az, hogy három benzin lobbantást hajtsak végre, nyilván benzinnel és az ehhez szükséges pirotechnikai töltetekkel. Mit fognak látni az erre járók? Körülbelül 5 méter magasba láng gombóc fog fölgomolyogni. Veszélyes ez? Veszélyes, le lesz zárva a híd teljes szélességében, illetve mindenféle biztonsági intézkedés életben fog még lenni. Tudjanak róla. Rögtön ezzel fogom kezdeni, hogy amikor feljönnek, hogy a mai este egy érdekes este lesz, pirotechnikát fogunk használni, amit várhatólag, hát akkor azt mondom, 7 óra magasságában fog robbanni. Jó, csak erről legyenek tájékoztatni. Jó, jó. Minden kezdet robbant módon nehéz, de azok az emberek, akik ezt az elmúlt fél évet terepen végigcsinálták, mint ahogy Üki Zoli az útszokázos csapattal, azt állapulnak, hogy nekivágjanak az ország demokratizálásának, mi a terepen megtapasztaltuk, hogy nincsenek leküzdhetetlen nehézségek. Ami minket összeköt Zoliékkal és Gáborékkal, az a cselekvés. Soha nem ültünk le megbeszélni, hogy mit kell csinálni, és mégis mindannyian borsot törtünk a diktatúra orra alá. Külön-külön, és mégis ez kötött minket össze, az, hogy cselekedtünk mindannyian. Szeretnék neked, hogy ne érte meg egy pirotechnikai lobbantáshoz mögöttünk, ahol benzesülnek a pirotechnikusok szálló, lobbantanét a hátunk mögött, és ezzel is szeretnék akkor üzenni, hogy Én nagyobbat csináltam volna. Háborúban, nem? Tehát én azt gondolom, hogy ez nem ijesztő. Tehát gyakorlatilag ez egy látvány jelen volt, egy ugyanolyan filmes effekt, amihez nap mint nap hozzászokhattak az emberek a különböző akciófilmekbe. Ezt egy jelzésnek szántuk a kormánynak, hogy ez ugyanúgy most egy kicsit pukkant, de ennél sokkal nagyobbat fog pukkanni majd az, amikor 2018-ban megerősödve egy méltó kihívója leszünk a kormánynak. De ma arról szólt a beszéd, hogy párta alakultak. Ez mit jelent? Ez annyit jelent, hogy végre egyszer valahára szeretnénk, hogyha átlagos embereket képviselni valaki. Mi is átlagos emberekből tevődtünk össze, és szerencsére azért az a szakmai háttér is mögöttünk van, tehát azok a szakembergárda, aki az elmúlt évtizedekben a vállalkozásaimból, kapcsolataimból megvannak, akikkel ki tudunk dolgozni egy komoly és kivitelezhető programot. Mi a program? A programon még dolgozunk, én azt mondom, hogy legkésőbb ennek az év végéig egy nagyon részletesen kidolgozott programot fogunk a média rendelkezésre bocsájtani. Pontosan azért lássa mindenki az, hogy célokat tűztük egyenlőre. Tehát olyan alapvető célokat, az egyenlőtlenség felszámolása, a bérek emelése, gyakorlatilag a lemaradó térségeknek a felzárkóztatása, tehát alapdolgok, elszámoltatás, új alkotmány. Tehát ezek olyan dolgok, ami evidens, hogy szükségesek, hogy már régeség meg kellett volna tenni. Ugye itt körülbelül olyan 30 ember volt, ez a pártagság? Vagy ki a pártagság? Ez a pártagság, ez az alapítók tulajdonképpen, és ők se voltak itt, mint 14 emberrel alapítottuk meg a pártot. Egész konkrétan még
most van a megalakulás hivatalosan, még ugyebár még bíróságnak kell rábólintania, ez még egy hosszabb procedúra lesz, de elkezdtük az alapítókirat, elkészült, eldöntöttük, hogy pártá alakulunk, most engem választottak meg elnöknek, és szeretném méltóan képviselni mindezt a csapatot, mind pedig a magyar embereket. Ha ilyen a kezdet, akkor milyen lesz a folytatás? Hát ennél forróbb és határozottabb. Aki eddig is ismert, láthatta, hogy nem a szavak emberei vagyunk. Tesszük a dolgunkat, és ezt a jövőben is így kívánjuk tenni. Nem mellé beszélni kell ebbe az országba, hanem kidolgozni terveket, konkrét programokat szakemberekkel, és azokat meg is kell valósítani. Ezek a céljaink.